Ακούρλο για μάθαμε. Hello, pusszilok mindenkit, újra itt vagyok egy sakesos videóval, ahol most nem a kazizni fogunk, hanem csináljuk meg az alapfogadót, alap dolgokat, aztán beszélgessünk, sztorizgassunk, stb. Vagyis nem sztorizgassunk, hanem csak beszélgessünk. Oh yeah, kedves támadás összejött. Na jó, adjuk oda ennek az egusznyinak, majdnem egész nyuszit olvastam. Kazizzunk. Próbáljuk meg a forgószoret. Azaz. Még egy kicsit. Azaz. Hallgat rám, mondom. Azaz. Lehet, le is üssük, nem áll. Na jó nagy kritet. Miért csinálod ezt velem? Jó. Erőd támadás már megvolt. A világban is minden rendben. Hát közben így a karit. Na itt vannak a cuccok, amiket leeltem. Hát ez az a húsvéti tojáskosár, ez nagyon gyenge sajnos. Ez is szinte gyenge, ezek majd mennek a WC-re. Ez pedig csak jó lenne, de nincsen megfuratva, és túl kevés a rózsakavicsom ahhoz, hogy megfurassam. Nézzétek meg, 31 ezerbe és 22 ezerbe kerül kifuratni. De én annyit biztos nem adok ilyet, ugye ezeket majd belelögdösem a WC-be. De mindig fogadozzunk. A WC az jelenleg így áll. Na hát lényegében egy eposzicus, meg egy simacut, és megvan a 39-es aura, bocsánat, nem tudok olvasni. Nem is szerencsejátékoztunk még. Na, gyerünk. Kő, nekem most kő kéne. Jó, akkor menjünk az aranyra. Abból se ártanom, mert sokat belevertem a fejlesztésbe. És nem nyerek, bazd meg. De én sehol nem nyerek, ez miért van? A nap bizalmas titkos fület is. Nyer más hősük ellen 5 alkalommal. Jó, majd nyerek. Na, fogadózzunk. Mi van itt? Mi van itt? Mi van itt? Mi van itt? Jó, legyen ez. Hegyi troll, meghalt, sajnálom. Ez. Kerekítettünk, mert 170 gombám van. Jó, menjünk erre. Skorpió, együttéssel ledölt, micsoda kihívás. Mondjuk igen, a fogadó szörnyek azok, ugye, tehát ez a hivatásuk, hogy le kell dőlnek. Ó, rózsakavics. De mondjuk nekem volt kétszer olyan pillanat, hogy a fogadó szörny engem legyőzött, és nem kaptam meg. Tiszta szégyen volt, akkor még otthon laktam Magyarországon. Szürke kentaur, meghalt, sajnálom. Megmondtam. Jó. Legyen ez. Most menjünk az aranyra. Rózsakavics. Betesszük. Ha jó, ha nem jó. Jó. Ezt meg bekovácsoljuk. Kovácsoljuk be. Úgyis 15-öt bírok kovácsol. Most gondolkozom, ha ezeket bekovácsom, akkor némit össze fogok kaparászni. Tűzokát állok. Csapkodja az ajtót, nézünk. Nem veszi figyelembe, hogy videózok. Nem veszi figyelembe, hogy a nézőimhez beszélek. Úgyhogy háttérzők egy elnézést. Fém. Mostanában csak úgy adja a fémet a játék. Legyen ez. Éj, hullarabló. Na, mert erre is oda tudom adni az egész nyuszinak, égusznyinak. Aki már 40-es szintű. Váltok. Haptisztam egy jót, egészségemre. Hihihi. Jó, legyen ez. Fertőzött barna medve. Jó. Melyiket? Ja, hát csak ezt, mert ez ad legtöbbet. És még egy eper az egusznyinak. Ja nem, mert jól lakott, akkor majd holnap megkapja. Szerencséjáték volt. Mindjárt csinálunk még mást is. Csak megnézem, hogy mi van itt még. Jó, semmi, akkor helyezzük városőrbe a karaktert. Menjünk arénázni szerintem. Én általában a dicsőség csarnokából szoktam támadni, már mindjárt a top 1000-ben vagyok benne amúgy. Hál' Istennek. Ami gyöngét kéne nézni, vagy nem tudom. Mert itt már tényleg mindegyik nagyon tápos karakter. Kapnák be. Mondom, mindegyik nagyon erős.
Simike 04, hú, de sok HP-je van rohadéknak. Kit támadjunk? Eagle Eye, júj, hát ezt nem hiszem. Nem is felfele kéne menni, hanem Parlog. Parlag, de az azt egy név. Jó, próbáljuk meg ezt a Parlagot. Hát, legyőzzük. Gyerünk, a szerencse velem van. Azaz, még egy olyat. Azaz, és még egy olyat. Jó. 6 helyezés megszerezve. Lássuk, mik a statisztikák. Ó, az meg, hogy nem húz ki innen. Faszom, húzzam a szájába. Növelnek én a statot is, de túl drága. Mit tudom megcsinálni? Túl kevés a katona az erőt támadáshoz. Semmit már nem tudunk csinálni. Nézzünk be a C-be. Mi a helyzet ott? Mondom a ja. C. Na, mindjárt lefejezzük a hidrát. Mondjuk ez a hidra is egy akkora egy hülyeség. Semmi értelme nincsen. Én szerintem. Nem tudom, hogy a Sheik Szent Fidzsit csapat, aminek vette rá a fáradtságot. Jó, hát nagyon nem tudunk már mit csinálni, mert mindent megcsináltunk. A Kari városőrben van. És ugye, amit az előző videóban mondtam, hogy megyünk arra a legendás kazamatába, hát az egyértelmű, hogy oda még menni fogunk, csak hát én olyan sok gombát nem adok ki érte, hogy ismét 100%-os legyen az életerőm, hanem a mindenig az pár óra múlva vissza fog tölteni az a 35 millió HP, igen, annyi. Szóval, ja. Azt mondom, menjünk még kazitámat, és próbáljuk meg ezt a roldégat, de nem igaz, hogy leüt. Csak te ne kritelj, csak én kriteltek. Na, hallgat rám, eddig jó. Gyere már, kritelj! Még egy olyat, még egy olyat! Ne! Jó, ezt megnyertük legalább. És forgószélbe általában, hogyha íjást rak be nekem, vagy mágust, akkor szerencsénk van, mert azokat lebírom ütni. Úgyhogy erre még megyünk. Ligetéke. Ez egy nagy mágus. Hát, ha lebírjuk ütni. Még egy kit. Áááááá! Jó, azt nem hagyom annyiba, próbáljuk meg még egyszer. Gyerünk már! Egy kritet! Baszd meg, de ne, azaz! Hú! Legyek mészhárosa, ha ez íjász, vagy mágus, akkor próbálkozunk vele, ha harcos, akkor hagyjuk a faszba. Ez is mágus, jó, gyerünk! Ne kritelj ma! Baszd meg! Nyomjak egy kicsit a start? Nem nyomok. Gyerünk már, gyerünk! Egy olyan kritet, még egy gyak! Táj! Ez annyira idegesítő! Hát ebbe inkább adok gombát, mint ott a... hogy hívják be. Jó. Ez is megvan, ezt eladjuk. Jó pénzért. Nem ide akartam jönni. Na, ha ez nem harcos, szellemszagú szürke. Ha nem harcos, akkor küzdünk vele. Na, ez egy íjász, ezzel már bírni fogunk szerintem. Ez az! Ezt már szeretem, amikor haladnak a dolgok rendesen. Mennyi kell még hámkészülés szintjéhez? Ó, még egy szörnyet kell lenyomni. Miss gyufa, ha nem harcos, akkor megyünk ellene. Na, ez is egy íjász, györöncsök, ne kütöljön ma, miért kütölsz? Csak én kütöltek! Ennyi. Szigopapek. Na, gyere te is, szigopapek. Na, ez is egy mágus, ezt meg próbálgatjuk. Jöjj! Tudtam, hogy rám kritelt. Annyira egy aljadék. Tudtam, hogy rám kritelt. És megint. Há? Jó, mindegy. Gyerünk már csak krit. Még egy krit. Krit. Azaz. Ezt már szeretem. Ezeket a nótákat már szeretem. A fegyverbaba még ma szétsinéztem. Várjam, jaj. Nem, szar. Jó, semmi. Menjünk, azizzunk. Hogyha nem harcos, akkor még mindig fog. Törpenevésű gnóm, mágus ez is, na. Elég jó vagyunk, nem áll? Azaz! Szeretem, amikor elsőre agyonveri. Fehér és vörös, míg a világ pörög. Hú, jó, mágusok ezek is.
Na, mert szeretem, hogy ilyen mágusokkal küzdök meg, hogy állandóan légy. Nem ár. Hát ez... Bookfence. Még egy próba. Gyere, ne! Hú! Láttátok, mennyi HP-val éltem túl? Az azért nem semmi. Hú, ezt lehet, hogy jól tudom adni a harcos társamnak. Néma, múmia, mindjárt megpróbáljuk. 666-nál járunk. Jó, ezt odaadjuk a harcosomnak, ez pedig bekovás. Nem, eladjuk majd, jó pénzé. Jó, akkor az majd lesz a harcosomnak. Na lássuk, te milyen karaszter vagy, jó vagyunk. Na, de íjászol, hogy látom, ezzel meg kell, hogy bírjunk. Gyerünk, egy jó nagy kritből leütheted. Ezt szeretem, hogy ilyen gyönge karaktereknél is csak nyomorékoskodni kell pusztai gombával. Gyerünk már! Egy crit bazd meg! Azaz! Előbb is ezt kellett volna csinálni. Na jó. Vulkán szelleme. Ez is így jász. Na jó, eddig jók vagyunk. Na legalább tudtunk kazamatázni így a videó végére, mert azt hittem csak fogadózás lesz. Az örök ifjú Péter. Jó, lássuk ez milyen kan. Hú, ez már harcos, ezt szerintem hagyom. Ezt szerintem hagyni fogom. Azért, mert a harcos azért szívós, mert sok a HP, nem azért, mert olyan nagy itt. 150 gombáig lemegyünk. Ha nem, akkor hagyjuk. Na, gyerünk, örök ifjú Péter. Ja, nem áll, de miért krit ez? Jó, egy krit. Ja, hogy én már meghaltam. Jó, utolsó gomba. Gyerünk, jó lesz, az jó lesz, csak még ilyen kriteket. Egy krit is meg lesz, azaz. Akkor mégsem. Tehát mehetünk tovább, az ördög ügyvédje, gyerünk ördög ügyvédje, ez is így állsz. Hát mehetünk tovább a faszba, hagyjál már, egy krit. Azaz, ezt szeretem, amikor hallgat rám, hagyjál már. Sötét törpék királya, ez polka szörny, majd hoppá, ez már harcos. Ajjajjajjajjajj, ezt már nem hiszem. Jó, szerintem minden hagyjuk, mert csak megemésztem a gombáimat. Köszönöm, hogy velem voltatok ebben a videóban is, remélem, hogy izgalmas volt, ha tetszett, akkor like, komment, feliratkozás. Milyen 100%-os lesz a HP, és a karakter talpra megyünk vissza a legendás kazamatával. Ugyanis jön a 25-ös ajtó, ahol ha minden igaz, egy boss volt, aki már sajnálatos módon lenyomott, mert nem tudtam kikerülni, de még utána fogok olvasgatni, hogy nagyon kell taktikázni, így az ajtók között, amikor választani kell, úgyhogy értitek. Szóval ja, még egyszer köszönöm, hogy velem voltatok, sziasztok!